Áldást, békességet kívánok mindannyiuknak, akik bekapcsolódnak mai Isten tiszteleti közösségünkbe. Zsoltár verse is köszöntök mindenkit. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Isten tiszteletünk elején énekeljük a 8. Zsoltárnak 1. és 7. versét. A mi segítségünk az Úr nevében légyen, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Forduljunk a mi Istenünkhöz, boruljunk az ő színe elé, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked, hogy ma is jöhetünk te hozzád. Talán nem a megszokott mód, bár egyre ismerősebb, de mégiscsak lehetőség arra, hogy figyeljünk rád, eléd álljunk, neked elmondjuk köszönetünket, könyörgéseinket, és közösségbe lehessünk, ha virtuális módon is, mégiscsak egymással is, de mindenféleképpen valóságosan is te veled. Köszönjük ezt a lehetőséget, ezt a módot, és kérjük a te áldásodat, lelked segítségét, igédre, az igéd hirdetésére, és mi ránk mindannyiunkra, akik figyelni szeretnénk arra, mit mondasz, mit üzensz mai helyzetünkben, mai napunkon. Kérünk, szenteld meg Isten tiszteletünket, Urunk, jöjj, igéddel, áldásoddal, halmozz el bennünket. Amen. Isten tiszteletünk alapigéje a Bibliaolvasó kalauz rendje szerinti mai napi újszövetségi igeszakaszunk az Efézusi Levél 5. fejezetéből, a 18. verstől a 20. versig terjedő részből. Így hangzik ez. Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Kedves testvérek, egy kicsit zavarban vagyok ma ezen ige kapcsán, mert úgy érzem, hogy ez az egyik legkevésbé hiteles igei gondolat, ami tőlem jöhet,
Úgy értem ezt a legkevésbé hitelest, hogy az igében részegségről van szó, én pedig személyesen nem szoktam gyakorolni ezt a művészetet. Nem szoktam részegeskedni, nem szoktam másnapos lenni, ezért személyes tapasztalatból nem nagyon tudok beszélni arról, hogy mivel is jár ez a részegeskedés. De ugyanakkor mégiscsak tudom, mert láttam már gyerekkoromban is, ifjúkoromban is, lelkészi szolgálatomban is számtalanszor az alkoholnak a hatását, az emberekre gyakorolt következményeit, illetve az, hogy nem csak egy-egy embernek az életét határozza meg, hanem az egész környezetének az életét is meg tudja határozni. Tehát személyesen nem nagyon hiteles, ugyanakkor mégiscsak valamilyen módon tudok róla beszélni, mit jelent ez a részegség. Az igénk ezt a részegséget és a lelki oldalt teszi egymás mellé, mondhatnánk úgy is, hogy egymással szembe, hiszen azt mondja az ige, hogy ha nem töltekezzetek be lélekkel, és ne a részegeskedéssel teljék az életetek. Ez ilyen szembeállítást jelent, de látni fogjuk, hogy nem csak szembeállítható ez a kettő, hanem igazából egymás mellé kell tenni ezt a kettőt, mert vannak különbségek, de vannak hasonlóságok is. Lehetnének hasonlóságok is. Ezért ezt a kettőt tesszük ma egymás mellé, és gondolkozunk a részegség és a lelkiség kapcsolatáról, összefüggéseiről, egymásra való hasonlításáról, vagy egymástól való különbözőségeiről. A részegség az, amikor az ember annyi alkoholt fogyaszt, hogy az alkohol szint az olyan mértékű behatással van az ő életére, ami bizony látszik. Sokszor, nagyon sokszor az ember más gondolkozással bír, ezért ez a részegség állapota, ez valahogy teljesen mássá teszi az embernek a gondolkozását és életét. A lelkiség alatt nagyon-nagyon sok mindent lehetne érteni, a mai igényből kiindulva a hálaének, amikor az ember dalra fakad, és örömében, hálaadásában ódákat zeng, himnuszokat zeng az Istenről és az Istennek, ez a túlfokozott lelki érzület, ami az Isten felé nyilvánul meg, ez legyen a mi lelkiség gondolkozásunknak a középpontjában. Beszéljünk először a különbözőségekről, mert természetesen ez a legszembetűnőbb. A részegség tönkretesz, hiszen ha valaki olyan sok alkoholt fogyasztott, hogy az alkohol uralkodik a gondolkozásán és az életén, az az ő életében egyfajta pusztítás lesz. És a pusztítás nem csak úgy értendő, hogy azt mondják az okosok, hogy az agysejteket roncsolja az alkohol, és minden sejt az ember életében meg tud újulni, kivéve az agysejt. Ezért, ha elhaltak az alkoholizmus következtében, az agysejtjeink azok már soha többet nem fognak visszaépülni, megújulni. És így egyre pusztítóbb és egyre pusztítóbb lesz az alkoholnak a fogyasztása. Kicsapongáshoz vezet, amikor az ember elveszíti az erkölcsi értékrendjét, már nem gondolkozik, már nem gondolja meg, hogy jó-e, szabad-e, helyes-e, amit gondol, amit tesz. Sokszor olyan bátorságot ad az alkoholos befolyásolás, hogy az ember azt is megteszi, amit anélkül soha nem tenne meg. Elveszi a veszélyérzetet, ugyanakkor a gondolkozást lelassítja, mássá változtatja. Talán nem véletlen, hogy Magyarországon a KRESZ szabályai szerint zéró tolerancia van az alkoholos befolyásoltságot illetően, azaz 0% alkohol lehet az ember vérében, a legkisebb mérték is büntetendő. Biztos, hogy nem véletlenül van ez így. Sokan mondják, hogy ó, hát ez egy pohár bor, vagy egy kupa sör, nem befolyásoló tényező, nem változtat meg semmit.
mégis be kell látnunk, hogy igenis súlya van és hatása van az ember életére, tönkretesz, pusztít. Családon belül hányszor történik, hogy az alkohol miatt tönkre megy a családi kapcsolat házastárssal, szülővel, gyermekkel. Borzasztó eredményei tudnak lenni. A munkavégzés. Sokszor nem tudja az alkoholos befolyásoltság alatt álló elvégezni a munkát, vagy nem úgy végzi el, ahogyan kellene. Ezért munkahelyek is kerülhetnek veszélybe a részegség következtében. De ne aprózzuk el, mondjuk csak így ki összességében, hogy az egész életet tönkreteszi. Nem egyszerre, nem egy pillanat alatt, évek vagy évtizedek alatt tönkreteszi az egész életet. Ezzel szemben a lelkiség, az öröm, a hálaérzet, az Istennek rendszeresen elmondott köszönet, ez viszont épít. Épít, megnyugtat, elsimít, a rosszat is jóvá tudja tenni. Óriási a különbség, mert amíg az előző az egyre rosszabbá teszi az életet úgy, hogy nem is tud róla az, aki a részegségben rendszeresen benne van, addig a lelkiség, ez az örömteli, hálateli élet, ez egy olyan nyugodt, olyan csendes, olyan békés életet fog eredményezni, amelyre csak rácsodálkozni lehet, hogy honnan van ilyen csendesség, honnan van ilyen béke, honnan van ilyen csodálatos nyugalom az emberben. Hiszen az élet tele van problémával, és tényleg így van, ez az élet tele van problémával, de ezek a problémák soha nem fognak a lelkiség fölé kerekedni, mert ezzel a lelkiséggel lehet éppen minden egyes probléma fölé kerekedni. Egyetlen egy példát tudok erre mondani, a magam életében, hogy hiteles is legyen. Amikor teológiára jártam, nagyon sokszor esett meg, hogy hétvégenként, amikor hazamentem szüleimhez a szülői házba, akkor nem tömegközlekedéssel mentem, ennek időnként anyagi okai voltak, időnként meg olyan oka, hogy lekéstem a hazafele vezető vonatot. A lényeg az, hogy amikor autostoppal mentem hazafele, elmentem a város széléig autóbusszal, ott leszálltam, az autópálya szélénél elkezdtem stoppolni, és változó eredményű volt ez a stoppolásos rendszer. Volt, amikor nagyon hamar, de legtöbbször sokadik autó vett csak fel. Amikor ott álltam az autópálya szélén, és láttam, hogy már a sokadik autó dübörög el mellettem, és nem is lassítanak, sőt inkább sávot váltanak, és egyel bentebb mennek, mint hogy megállnának, akkor először egy kis kesergés szólalt meg az életemben, hogy miért nem tudnak megállni. Aztán eszembe jutott, hogy a hálateli élet sokkal jobb, mint az, amikor az ember tele van kesergéssel. Ezért rászoktam arra, hogy stoppolás közben, amíg nem vesznek fel, addig nem kesergek, addig énekelgetek. Énekelgetek az Istennek. Az autópálya mellett úgysem hallja senki, nincsen tanúja, csak egyedül az Úrnak szól. A teológián úgy is kellett tanulnunk egyházi énekeinket, minden héten több egyházi éneket kellett kívülről megtanulni. Amit azon a héten tanultunk, ami úgy benne volt a szívemben, elkezdtem énekelgetni nem magamnak, az Istennek. És azt figyeltem meg, testvérek, hogy egyre többször fordult elő az, hogy hamarabb állt meg egy autó, és vett fel, és vitt el hazafele. Olyan is előfordult, hogy azt mondta az autós, hogy ő elvisz egészen hazáig. Nem csak a falu szélén tesz le, ahol elvitt az autópálya, hanem elvisz egészen hazáig, mert neki nem számít ez a kis kitérő semmit. Volt olyan, hogy hamarabb hazaértem, mintha vonattal mentem volna. És a szüleim kérdezték, hogy milyen vonattal jöttem, mikor még nincs is itt a vonat érkezésének ideje. Óriási élményeim voltak, óriási emlékeim vannak abból eredően, hogy amikor az Istent tudtam magasztalni, neki elmondani énekben
az bennem levő érzületet, mennyivel másabb volt megélni ezt a hazafele utat. Különbség még az, testvérek, hogy a vége hova vezet? A részegség vége a halálba vezet. Mindig. És ez a halál nem majd távoli, minél nagyobb a részegeskedésnek a foka, sűrűsége és hatása, ez annál közelebbi. Néhány év, évtized letelte után az emberek úgy néznek ki, mint akik saját szüleik vagy nagyszüleik is lehetnének, mert tönkreteszi és roncsolja az emberi életet, és közelebb hozza a halált az életben, az életükben. Balesetből kifolyólag, vagy egészségi okokból kifolyólag, vagy csak úgy egyáltalán ebből a leépülésből, roncsolódásból kifolyólag, de rövidül az élet, és egyre közelebb kerül a részegeskedéshez a halál. Mindig a halálba vezet. A lelkiség vége viszont élet. Nem csak úgy élet, hogy örök élet, mert természetesen az is, és ez a legfőbb következménye, de már itt, ebben a jelenvaló világban is hosszabbodik tőle az élet, mert a test és a lélek összefügg, és a testi betegségek a lelkiség, a rossz lelkiség következményei, de amikor az élet tele van hálával, tele van örömmel, tele van jóval, vidámsággal, akkor az gyógyít. Gyógyítja a lelket, gyógyítja a testet. És ezért a halál a másik irányban fog tolódni. Minél inkább megtanulok hálatelt életet élni, minél inkább lelki módon élem a mindennapokat, annál tovább élhetek ebben a világban, mert az Istenünk megtartó kegyelme annál érvényesebb tud lenni a mindennapi életemben. És ahogy az előbb említettem, természetesen az örök élet, ez vezet az örök élethez. Mert ha van is földi életre halál, földi halál, úgy azt kell, hogy mondjam, hogy a földi élet után lesz mennyei élet, örök élet, üdvösség, a mennyei atya előtt ott lehetünk, és azok lehetnek ott, akik már itt, e jelenvaló világban is, azzal a hálatelt érzettel élik a mindennapjaikat, hogy jó nekünk az Istenhez tartozni, és jó nekünk az Istennek elmondani minél többször, minél inkább, hogy mennyi mindent köszönhetünk neki, hogy mindent neki köszönhetünk. Igazából azt kellene megtanulni, hogy hálaadás legyen mindenben. Mert ezt mondja az ige. Mindenben hálaadás. Abban is hálaadás, amiben esetleg rosszat látok. Abban is keressem meg, és találjam meg a hálaadni valót. Mert minden rosszban van valami jó. Minden ürömben lehet valami öröm is. De ehhez hozzá kell szoktatni magunkat, rá kell nevelni magunkat. Ehhez az kell, hogy úgy figyeljünk környezetünkre, úgy figyeljünk magunkra, hogy lássuk a hálaadni valókat is. A részegség az úgy működik, mint amikor megkérdeztek valakit a kocsmában, hogy miért iszol. Azt mondta, hogy azért, hogy felejtsek. És mit akarsz felejteni? Hát, hogy elhagyott az asszony. És miért hagyott el téged az asszony? Mert iszom. És ezzel vége is ennek a tudománynak. Ellenben úgy lehetne és úgy kellene élnünk, hogy minden nap, mindenben, minden helyzetben megkeressük és megtaláljuk a hálaadni valókat. Mint az az ember, akiről egy másik történet szól, akiről az a hír járta, hogy ő mindig, minden helyzetben tud hálát adni. És egyszer történt, hogy ez az ember vett egy új öltönyt, csodálatosan állt rajta, pontosan ráöntötték, és ebben a vadonatúj öltönyében sétált, és arra repült egy galamb, és hogy nem lepottyantotta
pontosan ezt az új öltönyt. És akkor kérdezték, hogy na most, ebben a helyzetben te most miért tudsz hálát adni? Ő pedig csak ennyit mondott, hogy hálát adok, uram, hogy a tehenek nem tudnak repülni. Igen, mindenben meg lehet találni, és meg kell találni a hálaadást. Azt mondtam az elején, hogy én látok hasonlóságokat is. De úgy is mondhatnám inkább, hogy van mit tanulnunk a részegségből, a részegeskedésből. Mert ha hasonlóságot látok is, az ilyen elméleti hasonlóság, és nem az, hogy hát a részeg az pont ugyanolyan, mint a lelki ember. Mert nem pont ugyanolyan. De a lelki ember is a részegeskedésnek néhány mozdulatát, néhány vetületét, néhány részletét bírhatná, használhatná, beépíthetné, mert ezzel javulhatna, erősödhetne ez a bizonyos lelkiség. Az egyik ilyen az őszinteség. A részeg ember mindig őszinte, mert szó szerint és idézőjelben egyaránt értve meggondolatlan. Más ugye a gondolkozása, nem mérlegel, hogy szabad-e kimondani, vagy nem kell kimondani, másként kellene fogalmazni. Egyszerűen, ami eszébe jut, az ki tudja mondani. A részeg ember mindig őszinte. És milyen a lelki ember? Hát mindig őszintének kellene, hogy legyen. Mindig őszintén kellene kimondani a hálaadásokat, az öröm énekeket. De sajnos én azt látom, hogy a lelki ember időnként megszokásból teszi, illendőségből teszi, azért, mert hogy így kell csinálni, hogy hálát kell adni Istennek, hát akkor adjunk hálát az Istennek. De az őszintességet meg kellene tanulnunk, hogy akkor és csak is akkor adjunk hálát, ha tényleg érezzük. Érezzük is, amikor hálát adunk. És ne csak úgy mondjuk, hogy hálát adok, uram, miért is? Hát erre már nem tudok igazán válaszolni. Ha arra a kérdésre, hogy miért adok hálát most itt, nem tudok válaszolni legalább egy pontban, hogy miért is, az én hálaadásom képmutatás. Az én hálaadásom nem őszinte. Az én hálaadásom az nem is Istennek szól, hanem sokkal inkább magamnak. Mert tudom, hogy a lelki embernek így kell tennie, így kell viselkednie, így kell gondolkoznia, tehát én így teszek. A részeg embertől tanuljuk meg az őszintességet. Legyünk őszinték. Vizsgáljuk meg úgy életünket, mindennapjainkat, jelen helyzetünkben, bezárkózott vagy megváltozott helyzetben élt életünket, hogy vajon csak rossz van ebben? Lehet, hogy találhatnánk valamit, amit meg is lehetne köszönni? Olyan jó volna, hogyha most mindannyian tudnánk valamire gondolni, hogy köszönöm, uram, hogy ebben a helyzetben is ezt, és amazt megengedted, és megadtad, és így vezettél. Ha reálisan gondolkozunk, figyelünk, biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk tudni találni azokat a pontokat, amikért őszintén hálaszót tudunk mondani az Istennek. Nem megszokásból tegyük, ne illemből, nem azért, mert ez az igehirdetés arról szól, hogy hálát kell adni, hanem azért, mert igenis érezzük ezt a hálát, és megköszönjük ezt az Istennek. És akkor nem lesz ránk igaz Ézsaiásnak a szava, amit Jézus Krisztus idézett, és sokszor igaz egyébként ma is, hogy ez a nép csak ajkával közelít hozzám, de szívével távol van tőlem. Bizony, Isten előtt őszintén kell hálaadással lennünk. A másik, amit idehoznék, az a függőség. Mert be kell látnunk, testvérek, hogy a részegség igenis függőséget jelent. Szokták mondani, hogy ó, egy korty az nem árt meg. Talán így is van. Egy pohártól még nem lesz senki alkoholista. És talán így is van. De ez csak a kezdet.
Az egy korty után jön az egy pohárnyi, az egy pohárnyi után jön az egy üvegnyi, több üvegnyi, bármennyi, és a vége ott van, hogy az ember függő lesz. Sanyanú dolog alkoholtól függő életet látni. Amikor nem jut alkohol a szervezetbe, és tele van remegéssel és reszketéssel, és nem tud szinte beszélni sem, mert hiányzik az alkohol, ez nagyon-nagyon sanyarú látvány. És mindenki azt gondolja, amikor elindul ezen az úton, hogy ó, ő nem fog idáig eljutni. És az a rossz hírem van, hogy de igen, az, aki rendszeresen fogyasztja az alkoholt, el fog jutni idáig. Egyre inkább belecsúszik ebbe. Nem tudom, hogy mennyi idő, nem tudom, hogy milyen gyorsan, de olyan ez, mint amikor egy dombtetőről indul az ember lefele. Először csak kicsit lejt. Először szinte talán nem is érezhető ez a lejtés. De aztán a végén nagyon meredek lesz, és ott már nincs megállás. Az elején lehetne, de a végén, amikor már meredeken megy lefele a lejtő, ott már nincs megállás. Függőség alakul ki. És függőség alakulhatna ki ebben a lelkiségben is. Hogy a hálaadás ne csak egyszer történjék meg, és ne olyan erőltetett legyen, hogy na, én minden nap keresek egy hálaadni valót. Meg lehet találni. De ha mindig csak erőltetett lesz, akkor ebben nincs fejlődés. Ha fejlődöm, akkor a hálaadásom, akkor a végén már naponta többször lesz. Sőt, eljutok odáig, hogy az örömteli hálaadásom, Istennek való zengedezésem, az az életem alapja lesz. És függővé válok ettől, mintha enélkül nem tudnék létezni sem. Hogyha nem adhatok hálát, hát rosszul érzem magamat, akkor nem olyan az élet, akkor nem élet az élet. Pál és Szilász történetét hozom ide. Akik börtönbe kerültek, kalodába is zárták kezüket, lábukat, és sanyarú módon ott töltötték az éjszakát. Vert helyzetben voltak, szó szerint vert helyzetben, mert hogy napközben elfogták őket, megveszőzték, megkorbácsolták őket, tehát megverték őket, majd börtönbe, illetve kalodába zárták őket. És mit tesznek ők éjféltájban? Nem tudnak aludni. A sebek fájdalmától? A kényelmetlenségtől? Fogalmunk sincs. De azt tudjuk a bibliai leírásból, hogy éjféltájban Pál és Szilász énekkel magasztalja az Urat. Testvérek, ez fantasztikus. Pálnak és Szilásznak az első gondolata és minden gondolata, hogy magasztalja az Urat. Mozdulatlanul, bezárva, súlyos sebek között, tragédiában. Nem számít, mindez nem számít, mert ők többet látnak, mint ez. Ők látják a láthatatlan Istent, és ők hálát adnak, és ők magasztalják az Urat. Annyira erőteljes az ő magasztalásuk, hogy földrengés támad az ének következtében, és lehullanak a bilincsek, és kinyílnak az ajtók, és kinyílik a kaloda, és ők elmehetnének, de nem mennek el. Mert ők nem szökni akarnak, ők nem a sanyarú helyzetükön segíteni akarnak, ők semmit nem akarnak. Ők csak az Urat magasztalni akarják, teszik is. És ez változtatja meg aztán az életüket, nem csak az ő életüket, a filippi börtönőrnek az életét is, mert a börtönőr élete is megváltozik, megmenekül, megtér, és felveszi a keresztséget ő és az egész családja. És mindez itt indul, hogy nem kimenekülni a sanyarú helyzetből, hanem áldani és magasztalni örömteli módon, szív szerint az Urat. Ez az, ami megváltoztat. Tanuljunk ebből, testvérek. És a mai helyzetben nagyon-nagyon ránk fér, hogy tanuljunk hálát adni. Hiszen tele vagyunk olyan keseregnivalóval. Nagyon-nagyon sok keseregnivalónk van. De most tanuljunk hálát adni. Ne csak a gondokat lássuk, hanem lássuk az ezek fölött munkálkodó Istent is.
és mindenért, mindenben adjunk hálát Jézus Krisztusban, ami Urunkban, ami mindenható mennyei atyánknak. Adjunk hálát most először énekszóval, aztán majd imádságban is. Énekeljük a 196-os számú éneknek mind a 7 versét. Urunk, hálát adunk először is azért, hogy a mai napon az öröm és a hálaadás felől tanítottál bennünket. Mutatod, hogy van miért hálát adni, mindig mindenben. Akkor is, ha az emberi szemek csak rosszat látnak körülöttünk. A lelki szemeink láthatnak jót is, mert láthatnak téged is, a bennünket szerető, a rólunk gondot viselő Istent. Megköszönjük, Urunk, a te gondviselésedet, áldásaidat. Megköszönjük a mai napi igénket, a tanítást. Megköszönjük, hogy neked köszönhetjük meg mindezt. És áldunk, magasztalunk téged mindezért. Ugyanakkor könyörögve kérünk, légy segítségül továbbra is. Taníts bennünket hálát adni, taníts bennünket lelki életet élni, taníts bennünket az örök élet összefüggésében élni mindennapi életünket. Urunk, hadd imádkozzunk szeretteinkért, családtagjainkért, rokonainkért, ismerőseinkért és szomszédainkért is. Hálát adunk értük, és kérjük a te segítségedet rájuk is. Tartsd meg életüket, életünket. Gyógyítsd a betegeket, erősítsd a szenvedőket. Add, hogy azok, akik az ápolásban, a segítségnyújtásban munkálkodnak, kapjanak újra és újra erőt, hogy szolgálatukat el tudják végezni.
és kérünk, adj nekünk kitartást, hogy amíg tart ez a kijárási korlátozás, és nem tudjuk úgy megszokott módon élni életünket, ahogyan szeretnénk, azért tudjunk minden nap eléd borulni, hálát adni. Köszönjük ezeket a lehetőségeket, Urunk. Áldunk és magasztalunk mindezért. Urunk, legyen tiéd valóban, szív szerint, őszintén minden dicséret és dicsőség. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr imádságot is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetésekben azt mondom a kedves testvéreknek, amit a múlt héten is tudtam mondani, amíg ez a korlátozás tart, addig így digitális csatornán keresztül tartjuk istentiszteleti alkalmainkat, ugyanakkor jelzem mindazoknak, akik többre vágynának ennél, hogy vasárnap egyszer hallhassanak, láthassanak gondolatokat, istentiszteleti közvetítéseket innen az Adorjáházai templomból. A gyülekezet részére létrehozott Facebook csatornán minden reggel megjelenik egy rövid igei gondolat az aznapi ige alapján. Ezt is lehet figyelemmel követni, ez alapján elcsendesedni, hálákat adni. Ugyanakkor azt is tudom hirdetni, amit a múlt héten is hirdettem, hogy persejes adakozásra közvetlen módon nincsen lehetőségünk. Ha valakinek lehetősége van banki átutalással teljesíteni persejes adakozást, azt nagyon megköszönjük, ha megteszi. Ha nincs erre lehetőség, továbbra is azt kérjük, hogy akinek szívében benne van az adakozási érzület, tegye félre ezt az összeget, és akkor juthassa el, hozza el Isten tiszteletünkre, amikor már újra visszaáll a megszokott Isten tiszteleti rendünk. Addig is Istenünk legyen, és maradjon velünk minden nap. Záró énekünk a 380-as számú ének, az első és a hetedik verseket énekeljük. Az Atya Isten kegyelme, a Fiú Isten szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal minden időben. Amen.